Sziasztok, Könkel vagyok. Ez pedig egy monopodcast adás lesz, amiben a padló hőszigetelésekről fogunk beszélni. Szükségességéről, vastagságáról, megoldásairól. Ha egy fél perccel ezelőtt indítom a felvételt, akkor élőben hallhattatok volna, ahogy meglepődve káromkodok, mert egy kis busz a körforgalomba szembehajtott be, mert hogy akkor nem kell leírni egy háromnegyed körívet, hanem csak egy negyed szeletet, és le tud hajtani az M0-ásra. Ezután is gratulálok a sofőrnek. Ettől függetlenül ebben az adásban könnyen lehet, hogy a szokásosnál is több káromkodás, meg csúnya beszéd lesz hallható, úgyhogy ennek megfelelően állítsátok be magatokat, vagy állítsátok le már most a hallgatását az adásnak. Ugyanis elég komoly indulatok vannak bennem ennek kapcsán. A padló hőszigetelés az egy nagyon-nagyon sarkalatos problémája az épületeknek, illetve sarkalatos pontja. Szinte javíthatatlan, bővíthetetlen, illetve iszonyatos összegekbe kerül. Mert hogy a hőszigetelés fölé oda kerül az ajzatbeton, a burkolat, esetenként padlófűtés is, tehát ahhoz, hogy ezt lehessen vastagítani, ahhoz az egészet fel kell verni, ami iszonyatos költséggel és felfordulással jár. Nézzük először, hogy mik a követelmények. Jelenleg 2018 utáni energetikai követelményekben minimum 10 cm hőszigetelés szerepel, illetve 10 cm hőszigetelés elégíti ki azt az előírt értéket, amit minimum teljesíteni kell. Tehát ennyi kell egy új építésű vagy úgy korszerűsített felújított háznál, aminél ez előírás lehet. Ezt valamennyire tudja csökkenteni ezt a vastagságot, ha az épületnek van egy jó magas lábazata, és arra XPS lábazati hőszigetelés kerül, de ehhez nagyon komoly számítások kellenek, ezt általában nem szoktuk tovább csökkenteni ezt a 10 centit. Ha régi épület felújításáról van szó, tehát mondjuk kimegyek, megnézek egy 2003-as építésű házat, akkoriban az előírás 4-5 cm hőszigetelés volt, ami általában benne is van. Ilyenkor leszoktam írni az állapotfelmérési jegyzőkönyvbe, hogy a építés idejekor előírt és megszokott 4-5 cm hőszigetelés van a padlóban. Ennek a vastagítása energetikailag nem indokolt, tehát gazdaságilag így nem lehet megindokolni. És ha van az épületnek egy lábazata, 30, 50, 60, 80, 100 cm-es kiemelt lábazata, de az 2003-ban még mondjuk nem hőszigetelték, meg a homlokzatot sem, tehát a homlokzati és lábazati hőszigeteléssel együtt meg lehet növelni a padlónak a hőkomfortját ezzel, ugyanis a lábazati hőszigetelés az ad egy hőszigetelő szoknyát az épület köré, tehát amikor elkezdesz fűteni ősszel, akkor felfűtöd az épület alatti földtömeget, és az jóval lassabban hűl ki, mintha nem lenne a lábazaton semmilyen hőszigetelés, ezért ad egyfajta hőszigetelés vastagítást, mondjuk így, a padlóban lévőhöz. Akkor van baj, hogyha főleg egyébként már a 2000-es évek után elterjedt, nulla lábazati magasságú épületekről beszélünk, ahol az volt a tervező felé a kérése a megrendelőknek, a építetőknek, hogy hát ők kertkapcsolatos épületet szeretnének, ne legyen egy lépcsőfok sem a kertben, hanem a padlószint az egyezzen meg gyakorlatilag a kert szinttel. Ilyen esetben nincsen lehetőségünk lábazati hőszigetelés pótlásra, mert a föld alatt gyakorlatilag már az alaptestnek a kiszélesítése van, ezért nem lehet lefelé lemenni, tehát nem tudunk egy hőszigetelő szoknyát az épület köré odarakni. Új építésű házaknál nekem már a 2008-as, 2009-es terveimen is 15 cm hőszigetelés szerepel, pont amiatt egyrészt, mert ez utólag nem vastagítható, és effektíve nem kerül olyan sokba. Lépésálló hőszigetelésről beszélünk. A lépésálló hungarocellnek az ára, ez körülbelül ilyen 3-400 forint körül van centiméterenként, négyzetméterenként most jelenlegi árakon.
Tehát egy 100 négyzetméteres háznál, ha 5 centivel többet rakunk be, az mondjuk azt, hogy 500 négyzetméter, tehát 150 ezer forinttal többe kerül, plusz 5 centi hőszigetelés berakása, mondjuk egy 10 centihez képest. És akkor nézzük most, hogy miért kell, illetve én miért javaslom a 15 cm hőszigetelést a padlóba, ahol csak lehetséges ezt megoldani. Ezt is olyan felosztás van, hogy 5 plusz 15, és az 5 kerül alulra. Manapság a konnektorokat, sőt már majdnem csak a kapcsolókat is, de a konnektorokat mindenképpen a villanyszerelők alulról táplálják meg. Mennek a bitumenes vízszigetelésen keresztbe kasul a villanycsövek, és azt a 30 centit vési csak fölfelé a villanyszerelő, ami a konnektor eléréséhez szükséges, nem pedig föntről vési le, kötődobozzal meg minden szarral együtt azt a 200 cm-t a plafon felől. Sok esetben egyébként kapcsolónál is inkább alulról vésnek fel 100 cm, nem pedig föntről, de itt nagyon kötésfüggő, hogy a lámpából egyből a kapcsolóhoz megy a kötés, vagy bemegy egy központi kötődobozba, ahol össze van kötögetve, igény, meg technológia, meg okos otthon, meg egyéb függvénye. De a konnektorokat zömével már alulról kötögetik. Ez az egyik. Másik az az, hogy egy fürdőszobán belül milyen szanitárjaink vannak, van egy vécénk, van mondjuk fürdőkádunk, van mondjuk zuhanyzónk, meg vannak mosdóink, meg van mosógépünk. Az általános eljárás az az, hogy a vizes blokkba, a WC-hez közel felállunk egy 110-es lefolyócsővel, és ennyi. Sok esetben láthattok olyat, hogy nem csak a 110-es cső áll fel a szerelőbetonon keresztül, hanem felállnak a kád alá, felállnak a zuhanyzó alá, felállnak a kézmosókhoz, tehát több vékony cső is feláll. Ezzel nincsen semmiféle probléma, viszont a gyakorlat azt mutatja, hogy nagyon sok esetben az építtetők meggondolják magukat menet közben a szaniterek elhelyezését tekintve, valamint másfajta szanitert választanak. Ezért, amik fel vannak állva a kád alá, meg egyéb helyekre, amiket említettem, nem biztos, hogy oda fognak kerülni. Ezért szinte 100%-osan biztos, hogy a földszinti hőszigetelésben szennyvízcsövek is fognak legalább elhúzva lenni, kicsit arrébb rakva, mint ahol felálltak az eredeti szerelőbetonból, vagy pedig jelentősen y-idomokkal, egyebekkel. Mondanom sem kell, hogy ennek kell a hely. Hiszen 50-es csövekről beszélünk, annak van karimája, annak kell lejtés, ezért itt mondjuk azt, hogy 8 centi kellene ahhoz, hogy egészségesen el lehessen húzni. Nemrég voltam egy vadonatúj építésű házban, szerencsére építés előtt van az a ikerház fél, amit meg szeretnének vásárolni, de az előtte lévő, tehát az utcafront felől épülő épület, az már szerkezetkész állapotban volt. A nyilászárokból visszamérve kiderült, hogy 15 centi az egész padlórétegrendünk, magyarul 6 cm hőszigetelés fog a padlóban lenni. Vadonatúj építés. Amikor kvázi felelősségre vontam a kivitelezőt, akkor az volt a válasz, hogy ó, ők már 20 éve 6 centivel építenek, és elég az. És amikor mondom neki, hogy öreg, ház egyik sarkában van a fürdőszobánk, ahol a WC körül felállhatok a 110-es csővel, viszont a konyhánk az arrébb van 6 méterrel, és ott nincsen szennyvízcső felállásunk, magyarul a 6 centibe fogod elvinni a konyhának a lefolyóját egészen a fürdőszobáig, a WC-ig? Hát igen, jól van bazd meg, az nagyon frankon fog működni, meg nem fog, még véletlenül sem fog elzsírosodni rohadt gyorsan az a cső, amit oda beraktok, tehát ez teljesen nonsens. Én azt el szoktam várni a kivitelezőktől, és a terveken is úgy rajzolom be, hogy minden vizes blokkba felállunk legalább a 110-es csővel. Tételezzük fel, hogy van két fürdőszobánk egy földszinten, van egy külön vécénk, és van egy konyhánk. Ez azt jelenti, hogy 4 darab 110-es felállásnak lennie kell.
utána ott már lehet bingizni a vékony csövekkel, meg az Y-okkal, meg egyebekkel összekötésbe helységen belül, de nem csinálunk olyat, hogy 6-8 métereket húzzuk el a 50-es csöveket keresztbe kasul az ajzatban, mert sok esetben nem fér el, és problémákat okoz. Mik mennek még itt az ajzatban? Hideg víz, meleg víz, meleg víznek esetleg keringető ág. Na most a hideg és a meleg vízcső, azok általában jó esetben 20-as ötrétegi csövek, amiken viszont van 4-4 mm, minimum 4-4 mm csőhéj szigetelés. Az azt jelenti, hogy 28 mm-t elvesz a szigetelésből, tehát akkora vastagságot elfoglal. Ha a radiátoros fűtésünk van, akkor szintén ebben a rétegben mennek el a csövek. Képzeljetek magatok elé egy épületet, amiben ott a villanyszerelés az ajzatban, ott vannak a hidegvizek, melegvizek, keresztbe kasul, mert azt el kell vinni a konyháig, el kell vinni a vizes blokkokig, el kell vinni a gépházig, ott vannak a fürdőszobán belül keresztbe hosszába futó vékony szennyvízcsövek, nincs az az Isten, hogy ezek valahol ne keresztezzék egymást. Ha már csak a hidegvizet vagy a melegvizet keresztezi a villanyszerelőnek a szimalencsöve, vagy lépésálló gégecsöve, akkor már arról beszélünk, hogy 6 cm elveszett azon a részen, tehát annyit ki kell faragni a hőszigetelésből. Én ezért szoktam 5 plusz 10 cm-be rakatni a hőszigetelést, mert akkor az alsó 5 cm az arról szól, hogy azt kell belefaragni a lerakott csövek és vezetékek közé, és a felső 10 cm jó esetben felületfolytonos tud lenni. Józanul kell gondolkodni, és vitatkozok a kivitelezővel, mert hogy egy felújításos épületnél ő nem akar annyit kiszedni az ajzatból, elég oda bőven a 10 cm. Nem elég! Rohadt életbe! Ráadásul ennél az épületnél is egymástól távol vannak a vizes blokkok, nem elég, nem engedem meg. És megy a vita. És még egy adalék, az egyik felújításos házamnál például a háziasszony kitalálta, hogy ő nem fali szagerszívót akar, hanem ami közvetlenül van a tűzhely mellett, tehát így oldalra lefelé szívja el a szagot. Igen ám, de ennek is a padlóba kellett elrejtenünk a szagelszívóját, amit kivezettünk a lábazaton kívülre. Az is, ha egy 6,5 centi magas, ellaposított szellőzőcsövet nézünk, az is 6,5 centi, és keresztbe megy a konyhán, ahol elég sok villanyvezetékünk is fut, hideg víz, meleg víz jön a gépészeti helyiségből, vannak keresztezések. Ezért én nem engedek a 15 cm-ből, és teljesen logikátlan ennél kevesebbet berakni. Ez egy földszintes épület volt eddig. Mi van akkor, ha pincénk van? Ha alá vagyunk pincézve, akkor ott meg lehet oldani akár a csövek összességét alulról pincefödén felől fölböködni. Ezért itt lehet akár 10 cm-re is levinni. Hőszigetést meg nem beszélve arról, hogy én a pincefödémet mindig hőszigeteltetni szoktam 8-10 cm hőszigeteléssel, egyszerűen, hogy a földszinti padlófűtés az nem elegítse át az egész födémet, és gyakorlatilag mennyezetfűtésként működjön a pincében, mert annak nincs értelme, az a padlófűtés hasznosuljon a földszinten, ezért alulról is hőszigeteltetni szoktam a pincefödémet. Mi a helyzet egy tetőtérbeépítésnél, vagy egy emeletes épületnél, a közbenső födémmel, tehát ami a földszint fölött van? Itt is milliószor veszekedek a kivitelezőkkel, és újháznézéseknél ebben mindig belekötök. Itt, ami nagyon lényeges, hogy kell 2 cm lépés hangátló szigetelés, ami nem ugyanaz, mint a lépésálló, lépés hangátló. Ez nagyon leegyszerűsítve egy hanglágy anyag, egy olyan hungarocell, ami puhább, tehát összenyomódik. Ennek felületfolytonosnak kell lennie az ajzat alatt, pont azért, hogyha valaki tipek-topog tűsarkúban vagy a gyerekek rohangálnak, akkor a
lépéshangátló réteg rugalmassága révén ezeket a zajokat elnyeli. De amint ez nem felületfolytonos, hanem valami, bármilyen vezeték, vagy bármi egyéb át tudja adni a hangot lefelé a födének, onnantól kezdve ez a hang, lépéshang szigetelés már nem lesz jó, vagy nem lesz annyira jó. Ez még idáig oké. Okay. Ezt látom sok helyen, van ahol újépítésű tervekben, látom, hogy 4 cm lépéshangátló réteg, nem szükséges 2 cm vagy 3 cm vastagabb. És ez nem lépésálló, hangsúlyozom, ez lehet step rock, Rockwoolnak a step rockja például, vagy az Austrotermnek az AT kötőjele L2-ese. Tehát ez egy lépés, hang, gátló, szigetelés. Én ez alá beszoktam tervezni 4-6 centi lépés álló réteget, amire mondják a kivitelezők, hogy hát ez totál hülyeség, mert mi a francnak oda, amikor alatt a fűtött tér van. Ez nem azért kerül oda, mert én el akarom hőszigetelni a földszintet a tetőtértől, vagy a földszintet az emelettől, hanem azért, amiért pár perccel ezelőtt koptattam a számat, hogy a gépészeti és villanyvezetékeknek legyen hely elvinni keresztbe kasul. Ez a 4 vagy 6 centi lépésálló hőszigetelés, ez bele szabdalva majd a csövezések, vezetékezések minden közé, ennek csak ez a funkciója, hogy helyet és teret adjon a gépészetnek és villanyszerelésnek. Van most olyan házam, ahol 12 centit terveztünk be ebből, ugyanis a padlóban fognak elmenni majd a légtechnikai csövek, aminek 75 mm az átmérője, 80 mm, ha azt meg aztán pláne biztosan keresztezni fogja egy-egy villanyvezeték, ezért van szükség arra, hogy az 12 centi vastagon menjen. És amikor látok egy újépítésű házat, és ezek a rétegrendek eleve már a terven nem jók. Tehát az építész kollégák is basznak az egészbe bele, ez megint betudható annak egyrésztről, hogy a kivitelező pusolja őket, hogy minél olcsóbbra legyen megtervezve, másrésztről pedig nagy valószínűséggel nem jártak kint építkezésen, és ezekkel nincsenek tisztában, hogy hogyan néz ki egy tele vezetékes, alapvezetékkel összebaszott földén vagy ajzat. Mert ez a véres valóság, és ez a gyakorlati tapasztalat, és nem is azért van így, mert szar lenne a villanyszerelő vagy a gépész, hanem ezeket így érdemes megcsinálni. Így költséghatékony. Most képzeljétek el, ha nem a padlóba lennének a villanyvezetékek elvezetve, meg a hidegvíz, melegvíz csövek, meg a radiátor csövek, mindent bele kéne vésni a falba. Keresztbe, hosszába, kasul. Hogy fogsz utána felrögzíteni egy képet, akkor minden derékszögűnek kell lenni, hogy tényleg lehessen azt mondani, hogy ha tudom, hogy ott egy kötődoboz, akkor függőlegesen alatta valószínűleg ott vannak a vezetékek, nem furok bele. Nem életszerű. És emellett mocskosul megdrágítja a gépészetet és a villanyszerelést, ha ezeket mindet falba kell vésni. Nem beszélve arról, hogy sok esetben vannak a falban merevítő pillérek, vasbeton merevítő pillérek, amik statikailag fontosak, ezeket pedig nem lehet keresztben megvésni, hogy ott elférjen a vezeték. És most képzeljétek el, ha bele kell vésni a 20 mm átmérőjű vízcsövet a 4-4 mm-nyi csőhéj szigeteléset, 28 mm-t bele kell vésni a falba, amiből van egyből kettő, keringető ággal együtt, oké, ez kisebb keresztmetszetű, de akkor már három, plusz mellé a radiátoroknak ugyebár párosával vannak a vezetékek, és a radiátoroknál például már csillagpontos kötést én legalábbis ezt szorgalmazom, ami azt jelenti, hogy van egy osztógyűjtőnk, és az osztógyűjtőtől minden radiátorhoz megy két cső, egy előre menő, meg egy visszatérő. Ugyanis így tök jól szabályozható a fűtési rendszer, szakaszolható, tehát le lehet zárni egy-egy radiátort, mert régebben azt csinálták, hogy elindult szépen körbe a körvezeték, és arról ágaztak le a radiátorok. Na most bárhol szivárgás van, az egész rendszert veszélyezteti, nem lehet beszabályozni normálisan a rendszert, ez a régi koroknak a technológiája volt, most már csillagpontosan alakítjuk ki, ha radiátoros fűtésről van szó. És most képzeljétek el mondjuk egy épületet, amiben van 10 darab radiátor, az 20 darab cső.
hogy a bánatba férne el mindez a falba, úgyhogy ne keresztezze a villanyvezetékeket, meg a stb. Stb. Nem, ez nem életszerű. Ezért fontos, hogy a padló, hőszigetelés megfelelő vastagságú legyen, és úgy legyen megfelelő vastagságú, hogy legyen egy olyan rétegünk, ami deklaráltan arra szól, hogy a hőszigetelés, és a többi az meg, ami csak arra van, hogy a gépészeti vezetékeknek meglegyen a helyigénye, helye. Ma nagyon összevesztem az egyik kivitelezővel ebben, mert ő azt mondja, hogy bőven elég a 10 centi, amikor mondtam, hogy nem elég. A megrendelőimnek, engem kikerülve, mondta, hogy hát 12 cm grafitos hungarocellbe állapodott meg velem, mert hogy az egyenértékű a 15 centi fehérrel. Igen, egyenértékű, de ha a 12 centi grafitosból elveszítünk 5 cm-t így a gépészetre, akkor már megint nem egyenértékűről beszélünk, és nem lesz jó az egész. Hát, hogy ő fölhívta a gépészt, és a gépész szerint is hülyeség, 10 centinél vastagabb hőszigetelés, sőt, még az sem kell. Mi akkor fázik bele a gépész az energetikába egyrészről? Ne szóljon bele, végezze a dolgát, és ne ugasson bele az egészbe, mert az egészet a tervező kell, hogy átlássa. És honnan tudja, hogy nem lesz még légtechnikánk majd utólag esetleg a főzőszigetben lévő szagelszívóra, amit nem akarnak mondjuk mennyezetének, itt nem lesz ilyen, de tételezik fel. Vagy például van a kandallónak egy zárt, mihogy egy zárt égésterű kandallóról beszélünk, annak kell egy friss levegő utánpótlás, amit szintén a padlóba szoktuk, bár egyébként ezt inkább a szerelőbeton alá szoktuk berakni, de ezekre mindre gondolni kell. Nekem ez a fejemben van, mert én átgondolom az egészet. A gépész csak a saját dolgával foglalkozik, a köműves megint csak a saját dolgával foglalkozik. Menjenek a picsába, azért van megtervezve, mert megvan rá az okom. Nem azért megrendelő zsebéből én gazdálkodok, én baszok ki rá plusz 500 ezer forintot a plusz hőszigetelésre. Nem azért, hanem azért, mert egyrésztről 15 évvel ezelőtt is már ezeket terveztem be, jóval előrelátó, vagy előre gondolkodva az előírásokat, mert az előírások csak 2018 után szigorodtak, mert ez az életszerű, és még egyszer elmondom, így zárszóként, a padló hőszigetelést a büdös életben nem fogod utána javítani, vastagítani. Mert nem életszerű felverni mondjuk 40 évig az egészet. És régi épületeknél is ezért pofázok állandóan, hogy sajnos az, ha nincsen egy épületben, egy földszintes épületről beszélünk, tehát ami alatt nincs fince, nincsen a földszintben vízszigetelés és hőszigetelés, akkor barátom, ott bizony le fogsz menni 30-35 centit mélyítve a mostani padlóhoz képest, hogy elférjünk rétegrendekbe. És ha egyszer majd rábeszélem a gépész meg a villanyszerelő barátomat, hogy üljünk már le és számoljuk végig, hogy egy háznál mennyibe kerülne végigvésni a homlokzatokat, ha, mármint a külső falakat, ha egyáltalán statikailag lehetséges lenne, úgyhogy ne is keresztezzék egymást, az, hogy most egy konnektorba ott vannak a csövek levésve föntről. És mögötte mondjuk el kéne menni a hidegvíznek, melegvíznek, meg a radiátoroknak, és ha van esetleg benne vasbeton pillér, akkor meg a statikus kettérügyi a hátsónkat, hogyha abba belemerünk vésni ilyesmit, meg én is tervezői művezetés során. Úgyhogy nincs ilyen. Nem azért aszatom szét az ajzatot minden egyes szarépületnél, mert nekem ez a heppem, hanem azért, mert ha összességében nézzük az egészet, az, hogy nem kell körbevésni minden, az, hogy az egész gépészeti dolgot el lehet rakni lentre megbízhatóan, az jelentős költségmegtakarítás ahhoz képest, mint hogy végig kelljen vésni hosszába az épületeket körbe mindenhol, nem beszélve arról, hogy szerintetek mi marad egy tízes válaszfalból, ha abba radiátorcsöveket meg egyebeket hosszába végig kell vésni? Úgy, hogy az esetleg még villanyvezetéket is keresztez. Megint csak nem életszerű. Voltam olyan épületben, ahol 7-es centiméter volt a padló rétegrend, az össz. Tehát 0 centiméter a hőszigetelésünk, vadonatúj épület,
és 8 métert kellett volna elhúzni a konyháig a lefolyó csöveket. Hogy a búbátos picsába fogják megoldani? Sehogy. Majd az lesz, hogy a valószínű, ahol a mosogató lenne, ott a kifelé, a falon kívülre kibökik a lefolyót, és a lábazati meg a fali hőszigetésbe elrejtik, ilyen angol módon, aztán lesz annak egy külön földbe rejtett strangja. Hát kurva szép, meg kurvára életszerű ez is, mit ne mondjak. De jó, basszus, elfelejtettem lekanyarodni, annyira jártatom a pofámat. Na jó, hát egy plusz 10 kilométeres kerülő. Szóval ezért halljátok az én podcastjeimben, vagy házszemle leírásokban ennek a magas költségigényét, illetve megvalósíthatóságán való rugózást állandóan. Mert ez egy szükséges dolog. És nem olyan, mint egy külső homlokzati hőszigetelés, amit bármikor, idézésen bármikor meg lehet vastagítani, bár horror áron, de az legalább fizikailag lehetséges. Megint csak azt tudom mondani zárszóként, hogy legyetek észen, és gondolkozzatok, és bele kell állni ezekbe a vitákba a kivitelezőkkel, mert nem a kivitelező okoskodása viszi előre az egészet. Sziasztok!